Gál Franciska elsősorban az 1945 előtti évek népszerű naívája volt, Alpár Gitta pedig koloratúr szoprán hangú opera és operett énekesnő. Közös bennük, hogy mindketten éppen 120 esztendeje születtek. Gál Franciska 1903. február 1-én, míg Alpár Gitta február 5-én látta meg a napvilágot. Hogy a születési évükön kívül volt-e még valami közös bennük, azt az elkövetkezendő percekben megtudjuk Barkóczi Janka filmkritikustól, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum munkatársától. Ez volt a második, köszöntünk a Librítóban. Szóval, adott két csodálatos színésznő, közös, majdnem, hogy közös napon születtek, fantasztikusan csillogó pályájuk volt. Kezdjük mondjuk Gál Franciskával. Mi volt az ő különlegessége, ami őt azzá tette, ami aki? Tulajdonképpen a két színésznő 4 nap különbséggel született, és egészen egy helyről indultak, Budapesten születtek mindketten, egy általános iskolába jártak, osztálytársak voltak. Osztálytársak is? Abszolút osztálytársak voltak, tehát jól ismerték egymást, és mégis különböző irányba indultak el, de nagyon párhuzamosan haladt a pályájuk. Gál Franciska az ösztönös, kirobbanó tehetség volt, aki több színész iskolát is elkezdett, de igazából egyiket se fejezte be, viszont pillanatok alatt a budapesti színpadok egyik ilyen csillaga lett, a Víg Színház színésznője, aki az első számú komikus naíva már. Molnár neki írta az Ibolyát, ha jól. Így van, nagyon, nagyon sok nagy rajongója volt, többek között Molnár Ferenc, aki számára is írt szerepeket, de például Karinthy Frigyes is nagyon szerette, azt mondta rá, hogy ő egy ilyen többkerekes, gyerekes, szerepes fruska, és ez így jól demonstrálja azt, hogy ez a nagyon szép aktív... Szép nő volt? Szép nő volt abszolút a korszak ideájának, teljesen megfelelt, de ez az európai szépség, egy kicsit ilyen kerekded, nagyon alacsony volt, amiből aztán több problémája is lett a későbbiekben. Állandóan a kilóival küzdködött, viszont azokhoz a szerepekhez, amiket ő játszott, ezekhez a nagyon humoros, könnyed... Komika. Igen, ezekhez a szerepekhez ez nagyon-nagyon jól állt, és a közönség úgy szerette, ahogy ő volt. Viszont saját bevallása szerint ő nem tudott se táncolni, se énekelni, csak eljátszotta, hogy tud. Azért gondolom, ez nem teljesen. Ha megnézed, így van. Igen, nagyon jól játszott el, egészen megdöbbentően. Erre mondom azt, hogy egy igaz ilyen ösztönös. Megtalálta őt a film is. Nagyon hamar megtalálta a film, már a Néma film is megtalálta, de igazából ő is a hangos filmkorszakban lett egy olyan sztár, aki nem csak Magyarországon, hanem egész Európában ismert volt, és már nagyon korán hívták az Egyesült Államokba. Jól tudom, Sztálin is rajongott érte. Így van. Érdekes, hogy a németek is nagyon szerették, hiszen a nagy filmjeit Németországban készítette, német nyelven, és a szovjetek is nagy-nagy rajongói voltak, tehát ott a mai napig komoly kultusza van Gál Franciska, nagyobb is talán, mint Magyarországon. Alpár Gitta, csak azért, mert majd összekötődik a két nagyszerű színésznőnek az élete. Hogyha már azzal kezdted, hogy miért volt különleges, mert mitől volt ő az, aki, akkor Alpár Gitta pedig az abszolút perfekcionista, profi, aki egy ilyen olyan családból származott, mert a felmenőinek is nagyon komoly kötődése kántor volt. Ugye? Így van, kántor volt, méghozzá a Dohány utcai zsinagógában az édesapja, de az testvére is mind zenészek lettek, és ő a Zeneakadémiát elvégezte, nagyon nagy tehetség volt, a legjobb tanároktól tanult, és teljesen profi módon építette fel a karrierjét, az Operaházban kezdett Budapesten. Egyébként, hogyha már kiemeltük ezt, hogy ugye zsidó családból származott, akkor mind a ketten zsidó családból származtak. Zilber Spitz volt a Gál Franciska, ugye? Így van. És hogy emiatt kellett például Alpár Gittának egy idő után menekülnie is. Hát tulajdonképpen itt is a sorsuk nagyon összefonódik. Mind a ketten ugye eljutottak Berlinbe, a korszak Berlinje, 20-as évek vége, 30-as évek eleje. Ez a kabarénak a világa. Így van, és rengeteg magyar dolgozott ebben az időben Berlinben, a film szakmában is, meg egyébként a szórakoztatóiparban, és hát Alpár Gitta is a berlini operaházban lépett fel, mind a ketten német filmekben, Alpár Gitta ugye német ilyen operett filmekben
csinálta meg a legnagyobb sikereit. A német férje volt? És hát bizony, a nagy szerelem, több férje is volt, de a nagy szerelem az a korszak vezető német színésze, Gustav Fröhlich, akivel összeházasodtak, és ez egy nagyon rövid házasság lett, ugyanis 1933-ban ugye a hitleri hatalomváltás után a zsidó színészek, egyáltalán mindenki, aki a szórakoztatóiparban dolgozott, hát nem kívánatos lett Berlinben. Meséld el azt a sztorit, csak gyorsan van pedig. Gitáról, hogy amikor, meséljem el én? Nem mondom, hogy már belekezdtél. Hát Alper Gitának több ilyen történt, és mondja, élete nagy drámája ez, hogy tulajdonképpen a férje őt megtagadta, hiszen egy ilyen vegyes házasság az akkor éppen felívelő férfi sztárkarrierjének hát nem tett volna jót. A náci Németországban? A náci Németországban, és hát több ilyen történetet is mesélt, aztán az egyik ez, hogy ugye Goebbels meghívta őket vendégségbe, egy ilyen fogadásra, akkor színészeit, rendezőit, és hát Alper, amikor elkezdték játszani a Horst Wessels dalt, akkor az egyetlen, aki nem állt föl, az Alper Gitta volt, lett volna. Aztán ezt a történetet többféleképpen is mesélte később, de ez biztos, hogy itt volt egy hatalmas nagy törés, és az akkor terhes színésznő a kislányával terhesen hazajött Budapestre 33-ban, és ezt viszont a következő törés, az pedig Amerikában érte. Igen, tehát mind a kettően elmentek Amerikába. Tehát mind a ketten valahogy megmenekültek ebből a káoszból, ebből a borzalomból, amit Európában tombolt, és ki tudtak menni. Viszont ott sem lett jobb a sorsuk, sajnos. Igen, mind a kettőjüket hívták Amerikába. Tehát ez már egy személyes döntés, hogy például Gál Franciska nem ment el korábban. Lehet, ha korábban elmegy, akkor másképpen alakul. Gál Franciskát végül Adolf Zukor vitte el Amerikába, és a Paramountnak dolgozott nagy filmekben. De hát ugye az volt a probléma, és mind a kettőjüknél az volt a probléma, hogy mire a 30-as évek végén kimentek, már egy picit túlkorosak volt. Igen. Azokhoz a szerepekhez, amiket játszottak. Ráadásul ugye nem az amerikai nő ideált testesítették meg. Tehát ami a 20-as évek végén, 30-as évek elején csodálatos volt Európában, az nem működött. És hát ugye a nagy probléma az angol nyelv, amit egy ilyen németes kultúrából... Ezzel ma is küzdenek a magyar színészek. Igen. Sajnos az akcentust azt nem tudták legyőzni, úgyhogy ez... És volt-e lehetőségük aztán, amikor elmúlt ez a sok borzalom, visszatérni Magyarországra? Anyagi, vagy más szempontok játszottak abban közre, hogy ők nem jöttek vissza? Ez nagyon érdekes, a Alper Gitta nem tért vissza, tehát ő az élete nagy részét tulajdonképpen az Egyesült Államokban egyébként jó anyagi körülmények között töltötte. Élete végéig azért az furdalta a lelkismert, hiszen a családja itt maradt, a testvéreit elvitték koncentrációs táborba, tehát ezzel nagyon nehéz volt, ezt nagyon nehéz volt feldolgozni. Gál Franciska visszajött, és ő a háború alatt itt bujkált tulajdonképpen. Még a 40-es években jött vissza, ugye? Igen, tehát neki nem sikerült az amerikai pálya, aztán újra megpróbálta, és sajnos megint nem sikerült. Mi lehet az oka annak, hogy ennyire elfelejtettük őket? Ugye ez történt például Karádi Katalinnal is, de náluk mi volt a helyzet? Igen, talán én azt hiszem, hogy talán Karádi Katalint kevésbé felejtettük el, és az az érdekes a hölgyek között, hogy ez a két színésznő tényleg nemzetközi sztár volt, tehát nem csak magyar sztár, hanem nagy európai sztárok voltak. Hát egyrészt az, hogy a filmjeiket nem lehetett aztán látni, különösen hát volt egy olyan 50 év, amiben miért játsszák a... Így van. Egészen más filmeket játszottak, és csináltak is. És Németországban is nagyon lassan indult meg a múlttal való szembenézés, a múltfeldolgozás folyamata. Ugyan Alper Gitta aztán 87-ben kapott egy nagyon rangos német filmdíjat, de például a színészi pályáját azt nem igazán ismerték el. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. És ezért jó, hogy itt legalább van lehetőség rájuk emlékezni az ilyen elfeledett nagyon részeket. Köszönöm, és remélem, hogy lesz lehetőség a filmjeiket is nézni minél előbb. De jó lenne.